itt azt látjuk, hogy a jobboldali tüdő felső lebenyében egy nagy terime van, aminek egyenetlen a kontúrja, ilyen kis gyűkös spikulumok láthatók a szélén. Úgyhogy ez arra utal, hogy ez egy rossz indulatú elváltozás. Ugye a tüdő normális parenchima az fekete, a kóros eltérés meg fehér. Amíg az előző felvételeken egy daganatos tüdőt láthattak, összehasonlításképp egy egészséges felvételt is mutatunk. Magyarország jelenleg is világelső a tüdőrák halálozás terén. Világszerte 10 millió ember életét követeli évente. A tüdőrák alattomos gyakran évekig tünetek nélkül fejlődő betegség. Éppen ezért a legfontosabb a rendszeres, megfelelő szűrővizsgálat, hiszen ha idejében felfedezik, nagyobb az esély a gyógyulásra. Ez a program egy csökkentett dózisban készült mákasz-CT vizsgálatot jelent, aminek az a célja, hogy a tüdőrákos betegséget korai stádiumban megtaláljuk, mert ha korai stádiumban felfedezzük, akkor műthető, és a beteg végleges gyógyulása is elérhető. A vizsgálaton résztvevők esetében van egy meghatározott célcsoport, tehát bizonyos kritériumoknak meg kell felelni. Ilyen például az életkor és az, hogy mennyi ideje dohányzik az illető, vagy pedig az, hogy 15 éven belül szokott le az illető a dohányzásról. Több feltétel is van. Az egyik fontos feltétel az életkor, 50 és 75 év közötti betegeket várunk. Másik fontos tényező a dohányzás, hosszú ideje tartó dohányzás, vagy ha valaki leszokott, akkor 15 éven belüli leszokás. Kizáró tényező, ha valakit 5 éven belül tumoros betegséggel kezeltek, vagy 2 éven belül már egyéb ok miatt mellkasz-CT vizsgálata készült. A szűrőprogram szeptember végéig tart, és nagyjából 450 beteg szűrésére lesz lehetőség. A programban való részvétel nem beutaló köteles, de a megadott telefonszámon kötelező az előjegyzés. Az érdeklődők minden részletet megtalálnak a Jósa András Oktató Kórház weboldalán.